Üdvözlök mindenkit, Nekrokrin vagyok, srácok, jön a Division 2. RPG elemei, vagyis hogyan fognak kinézni a bildek, hogyan lesz a farmolás, mire kell figyelni. Előre elnézést kérek, hogy nem tudok pontos gameplay anyagot mutatni, vagyis egyszerre mutatni azt, amit magyarázik, ugyanis az elmúlt két napban újra kellett rakjam a teljes gépemet. Ugyanis benyom, bekaptam egy jó kis vírust, igen, tudom, nem kéne keskepornót tölteni, de hát menthetetlen vagyok, Sok Nálom. szóval, ja, bekaptam egy vírust, sok-sok videóanyagom elveszett ezzel kapcsolatban, úgyhogy gyorsan újra húztam a gépet, és amit tudtam, még rögzítettem, és ja, hát ez van. Na, ezért is nem volt vasárnap livestream, mert ezzel voltam elfoglalva, hogy a gépet újra csináljam. Na, de vágjunk is bele, beszélgessünk szépen sorrendben, jó? Fegyverekről, gírekről, illetve modokról, és hogy mire kell figyelni ezekkel kapcsolatban. Kapaszkodjatok meg, lesz egy-két dolog, amire figyelni kell, úgyhogy... Ja, Próbálom logikusan felépítve elmagyarázni a dolgokat. Mindazoknak, akik már képbe vannak ezekkel, valamit kihagynék, vagy rosszul mondanék, azt kérem szépen a komment szekcióban javítsa ki a dolgokat. De ha kijön a játék, akkor erről még egyszer fogunk csinálni egy videót mindenképpen, ahol frankon meg is mutatom a dolgokat, ahogy illik. Egy valamit már most letok szögezni a Division 2-vel kapcsolatban, az, hogy 50 férő hely a stashünkbe, az kurva kevés lesz mindenre, és azt már tudjuk, hogy fizetni kell az extra helyért, hogyha ugye akarsz több gírt tárolni, úgyhogy ja, fel kell készülni, hogy valószínűleg 50 férő hely. Igen, kevés lesz, reméljük nem lesz drága egy férő hely. Na de vágjunk bele. Fegyverek. Minden fegyvernek mondhatni azt, hogy három képessége lesz, vagyis perkje lesz, ezen három a perk lesz, egy aktív perk, lesz egy fegyverkezelés perk, és egy fegyver váltós perk, hogy így mondjam. Szóval úgy mondom akkor, hogy az aktív perk, az lesz valami olyasmi, mint például 15% kritikus jazz, 16% critical damage, valami ilyesmi. A kezelés fegyverkezelés perk az olyasmi lesz, hogy mit tudom, 15% 15% is vagyis pontosság, vagy kevesebb visszarúgás, ilyesmi. És a fegyverváltós perk, így, így neveztem el magyarul, az az lesz, amikor fegyvert váltasz, és az első fegyveredővel lőttél, az el lesz tárolva, akkor aktiválódik ez a, ez a perk, szóval fegyvertárolós, fegyverváltós képesség, szóval ilyen, ilyen, így lesznek összerakva a fegyverekre a képességek. Na most ez azt jelenti igazából, hogy nem három képességed lesz valójában, hanem négy képességed lesz, mivel ugye három fegyvered van, ugye két elsőleges és egy pisztoly, és mindegyiknek lesz három-három képessége, melyek közül az egyik, ugye, egy fegyvertárolós képesség, szóval mindig, hogyha tárolsz egy fegyvert, aktiválódik konkrétan a negyedik képesség is, és mind ezt a játékban, ha megfigyeled, a fegyverednél uh, mutatja, hogy hány uh, ilyen perk van egyszerre aktiválva. Na most, hogy ezt megfokozzák, és hogy Jobb legyen az egész dolog, a fegyverképességeknek aktiválódniuk kell egy bizonyos módszerrel. Ez a módszer pedig a következő. Na most, ahhoz, hogy a fegyverképességek aktiválódjanak, ahhoz közel lesz ahhoz, hogy milyen felszerelés van rajtad és ezen felszereléseken milyen ö, attribútumok, vagyis perkek képességek vannak. Ugye a Division 1-ben kellett tűzerő, kellett technika, és kellett életerőd legyen egy bizonyos mértékű, ahhoz, hogy ezek a fegyvertalentek, ö, fegyverperkek aktiválódjanak. Egy nagyon picit hasonló lesz itt is, csak nem szám mennyiség kell legyen ahhoz, hogy aktiválódjon ö, az a fegyverperk szó. Szóval itt is lesz három kategória, még nem biztos, hogy végleges a nevük, de jelen pillanatban nevezzük csak éket, őket úgy, hogy lenne egy sebzés, mint ahogy a Division 1-be is volt, lesz egy technika, és lesz egy védelem, vagyis életerő. Na most eze, ezen a három kategórián belül különböző attribútumok vannak, vagyis tényezők. Tegyük fel, van egy... Melvérted, aminek van három darab uh, attribútuma. Az egyik az 10% sebdést ad SMG-re, a másik az uh, skill cooldown-t ad, a harmadik az valami mást ad, mondjuk vé több életerőt ad. És ahhoz, hogy a fegyvereden aktiválódjon a perk, ahhoz szükséged van arra, hogy ez hogy bármelyik, csesz, bármelyik uh, felszereléseden, három darab talent euh, legyen, három darab attribútum legyen, szóval ha érthető. Kicsit olyan, mint az egy, de mégsem. Szóval, hogyha bármelyik felszerelése den, megfelelő mennyiségű attribútom uh, van, akkor a fegyvereden aktiválódik ez a talent. Na most egyes fegyverekhez előfordulhat, hogy mondjuk 10 attribútum kell ahhoz, hogy a fegyverperkek aktiválódjanak, és az ugye akkor összeadódik, tegyük fel, hogy a melvérteden, a maszkodon, a térdvédődön összesen van 10 attribútum, és ezáltal aktiválja azt a bizonyos fegyverperket. Uh, perket. Nos, így lesz összefüggésbe a fegyver a felszereléssel. Fegyver kiegészítők végre többet, többet nem kell értük farmolni, ez jó, nem foglalják a helyet, nem túl zavaros. Ehelyett Fegyver uh, kiegészítőket és azoknak a bónus fel tudjátok oldani, hogyha játszátok a single player-t, hogyha uh, csináljátok a melléküldöket, ezért uh, fogtok kapni SHD tehet és ugye a fehérházban uh, fel lehet upgrade-elni ezeket a perkeket, és onnantól kezdve meg lesznek mindegyik fegyveredre, szóval szerintem ez uh, egy pozitívum annyit még hozzá kell tegyek a fegyver uh, modokhoz, amivel ugye fel lehet modolni a fegyvert, hogy nem, most már nem minden pozitívum, mint Division 1-ben, most már van valami negatívum is. Például, hogyha kapsz 15% crit chance akkor kapsz mínusz 10% uh, accuracy, tehát valami, valami, változik ezen belül, ez, ez nem egy rossz dolog, kiszélesíti a bid lehetőségeket, és jobban át kell gondolt, hogyan szeretnéd a fegyveredet, és te milyen fajta játékos vagy. Tegyük fel, hogyha neked kell accuracy ahhoz, hogy pontosabban tudjál célozni, akkor lehet, hogy érdemes olyasmit fegyverperket rakni a fegyveredbe, ami akiraszit és nem elvesz, szóval, és de hogyha neked mindegy, mert úgyis is tudod kontrollálni a fegyveredet hogy nincs akiraszi, akkor lehet rámehetsz pusztán crit damage crit chance és a többi, szóval ez, ez egy alapvető jó kis változatosságot ad Éljünk rá a felszerelésre. Srácok régen a Division 1-ben random mozglotok voltak a felszerelésre. Na most ez visszatér, most már nem az lesz, hogy mint a Division 1-ben van, hogy mondjuk én MASNA csak egy mockotja van, akkor a táskának három mozlotja van, a chess piece nek három mozatja van, nem, itt random össze-vissza lehet, bármelyiknek bármennyi és ez megint csak nagyon-nagyon megkavarja, ugye, a, a bildelést, nem lesz jó vagy rossz bild, de azoknak a maximalistáknak, eh, akik szeretnék, azok folyamatosan grindolhatnak a jobbnál jobb eh, cuccokért, azért, hogy minél több képesség legyen feloldva azokon a eh, felszerelésen, mert hogy ugye mindegyik felszerelés, mint ahogy mondtam az előzőekben is, hogy három attribútommal fog eh, jönni, ezen kívül a mod slotokkal, a modokkal, amiket bele lehet tenni. Na most, ahhoz, hogy a modok aktiválódjanak, azok a bónuszok, amiket a modokkal berelaks, ahhoz ezeken a felszereléseken ezek a bizonyos attribútumok aktiválódva kell legyenek. Tehát, tegyük fel, hogy van egy mód, ami submachine több fegyver, több, több sebzést ad, shotgun-ra több szedzést meg, pisztolyra ad több sebzést, de ehhez szüksége van ahhoz, hogy legalább 6 attribútum aktív legyen, akkor az azt jelenti mondjuk, hogy a táskádon és a térvédődől összesen legalább 6 attribútum aktív kell, hogy legyen, hogy ez a hármos bónusz aktiválódjon a modoknál. Ezáltal, tehát a farmolásnak ugye, ott lesz a súlya, a lényege az egészben, hogy mindig sikerüljön kifarmolni egy olyan felszerelés darabot, ami megfelelő attribútummal bír ahhoz, hogy a modokat, amiket beleraksz, aktiválódjanak. Ezáltal amúgy előfordulhat, hogy egy teljes felszerelésen akár 10 10 5, egészen 15 uh, bónuszig is lehet, hogyha épp kifogod úgy uh, az egészet, tehát lesz egy felszerelés szetted, és lesz legalább 10 bónuszod rá, plusz a fegyver képességek, plusz ugye a fegyver perkek, szóval eléggé uh, érdekesen fog kinézni ez az egész, és van egy olyan érzés, hogy nagyon érdekes bildeket majd uh, lehet csinálni, de ezáltal ugye nagyobb változatos szintre is emeli a bildeléseket mondok egy példát. Lehet, hogy neked te szeretnél kifarmolni, tegyük fel egy mellényt, aminek három mod férő helye van. A példa, fegyvered viszont megkívánja azt, hogy legalább négy startrollod legyen ahhoz, hogy, vagyis négy attribútumod legyen ahhoz, hogy a fegyvereden aktiválódjon a perk. Na most állsz, és ott is mert hogy sikerült kapnod egy melvértet, amiben van három moclot, de csak kettő attribútum rollja van. És ott van mondjuk egy lila gíred, aminek van négy attribútum rollja, de csak egy moclot helye van. Szóval lesz farmolás bőven, és lesz matekozás bőven, és ezért mondom azt, hogy nem nagyon lesznek mind maxos bédek, lesznek, de ritkán fog előfordulni. A leg, azt hiszem, a legkitartóbb uh, grind híróknak lesznek meg ezek a bizonyos min uh, maximális bildek, ezek a meta buildek szóval, uh, de attól függetlenül, hogyha nem vagy ilyen nagyon grind hero, uh, nem fogsz ilyen uh, szenvedni, amennyiben tudsz egy kicsit matekozni, és vagy, vagy csak megjegyzed, hogy milyen uh, statroljaid vannak, milyen perkéd és vannak a szetteden, és uh, hol tudsz azzal érvényesülni. Szóval, nekem tetszik ez az irány, hogy őszinte legyek. A, grindolás részét nem fogja megkönnyíteni, de nagyon jó érzés lesz mindenképp, hogyha sikerül összeállítani egy, egy olyan szettet, amivel OP tudsz lenni. Ezen kívül a képességeid is kapnak modokat, vagyis a Q és az R-re rakott képességeid, de ehhez, hogy ezeket a modokat feloldhass, és hogy érvényesüljenek, hogyha bele is rakod, ugye mondjuk a drónodba beleraksz egy modot, az addig nem fog érvényesülni, amíg el nem érsz egy bizonyos skill power levelt. Szóval meg kell legyen egy skill power, mondjuk 300-as ahhoz, hogy ez a mód uh, működésbe lé, lépjen a Tour mert addig nem fog működni, sőt felrakni sem lehet. Ja, na, de um, ennyi, ennyi lett volna a Division RPG elemei. Az igazság az, hogy amelyre tart a játék ezen a téren, ez tök jó, ez nekem tetszik, tehát a, ez, a, ez, a, kis apró újítás éppen elég változatos ahhoz, hogy ülj és tört felette a fejedet, hogy hogyan csinálja egy jó bildet, és ezt tetszik benne. Ami a gameplayt, illetve azt elmondtam az előző videóban, és nagyon hasonló nekem a Division 1-hez, és az, aki lemaradt a Division 1-ről, az szerintem ha most ezt elkezdi a Division 2-t, akkor nagyjából ugyanazt az évét kapja, mint a Division 1-ben kapott. A ami hiányozni fog, hogy őszinte legyek, az a Division 1-nek a PvP, Dark Zone PvP része. Itt úgy tűnik egy kicsit, hogy az emberek nem nagyon akarnak hősködni, nem akar, nem nagyon akarnak rógok lenni, direkt kerülik a konfliktus, de nem probléma, ezt majd még meglátjuk, hogyha a végleges játék jön, és ott lesz az a Dark Zone, ami aztán free for all hardcore játékosoknak van, mert a mostaniban egy kicsit az emberek nem nagyon akarnak harcolni, és a casual, a casual játékosok meg fogják találni jobban a helyüket ebben a divisionben, mint annak a division 1-ben találták meg. A hardcore játékosok, hát nem nagyon tudom, hogy mi fog maradni. Meglátjuk, hogyha a harmadik Dark zone, ugye a teljes játékban ott lesz, ahol full gear statokkal lehet egymásnak esni. Kiderül. Na, de eddig is tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, nyom rá a kérj hogy kap további Division videó értesítéseket tőlem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!